Vajon a mögöttem látható Volkswagen T-Cross lesz ugyanakkor a ikon, mint a pulóveremen látható 1-es Golf GTI? Erre fogjátok most megkapni a választ. Sziasztok, Tomi vagyok, készültünk nektek egy autós tesztvideóval. Láthatjátok, hogy egy jó kis városi terepjáró van itt mögöttem, egy Volkswagen T-Cross, kemény 3 henger, 1000 köbcenti, viszont 115 lóerő. És 2019-ben mutatták be ezt a mögöttem látható modellt. Ez egy még a facelift, a mostani facelift előtti modell, viszont tök jó fel van szerelve, tele van minden olyan dologgal, amire a napjainkban szükségetek lehet. Van benne LED fényszóró, képernyőtükrözés, de az extrákról szóljon a fáma egy kicsit később. Szóval haladjunk is akkor az autó orrától egészen a hátuljáig, nézzük meg az összes porcikáját neki. Látjátok, előről tök jól néz ki, tipikus Volkswagen, semmi újdonságot nem rejteget. A szemfülesek észrevehetik, hogy ez a ködlámpa ív a nagy testvérénél, a Volkswagen T-Rocknál, ez a jobban felszerelteknél az index. Amúgy ez a jármű kapott egy LED fényszórót, illetve LED indexet. A színével játszottak a 2019-es autószalonon, amúgy ez a szín, ez körülbelül olyan 100 000 forint extrába kerül. A fehérért is nagyon érdekes, hogy fizetni kell 60 000 forint extrát, valamint vannak sokkal bevállalósabb színei ennek a járműnek, mondjuk egy zöld vagy egy narancssárga, amiért akár 200 000 forintot is elkérhetnek pluszba. Oldalról, hogyha ránéztek a kocsira, akkor láthatjátok, hogy a négy sarkán van az autónak a kerék, ezáltal több stabil még a kanyarban is, egyáltalán nem billeg annak ellenére, hogy az én 1.80-as méretemhez képest viszonylag magas építésű, ezért is olyan könnyű kibeszállni ebbe a kisvárosi terepjáróba. Amúgy ez az autó egy Volkswagen Polónak az alvázára épül, tehát a Pólók családjába tartozik. És akkor jöjjön egy újabb hippi vagány részlet, a színes alufelni tökre fel tudja dobni a mondjuk nem szürke, hanem egy zöld, vagy akár egy narancssárga autónak a színét, és lehet változtatni a tükör, illetve a tetőnek a színét is, mondjuk egy narancssárga autó, ilyen fekete ezüst felnivel és fekete tetővel marha jól tud kinézni. Újabb sportosságot kölcsönöz ennek a kis városi terepjárónak, a diffúzornak kinéző műanyag lökhárító, a hátsó csomagtérajtón keresztül futó, lámpának nem nevezhető macskaszem. Ha valaki nem tudná, akkor megtalálható a márkajelzés, illetve a típusjelzés, hogy ez egy Volkswagen T-Cross. Nyissuk ki Pandora szelencéjét. Amúgy ez a modell kamerával ellátott, tök jó. Amúgy kilátni belőle jó hátulról. Van egy nem olyan tágas csomagterünk. Ez állítható, és teljesen síkba le tudjuk dönteni az üléseket. Viszonylag nagy a csomagteretek. Akkor, hogyha kiszeditek a kalaptartót, ledöntitek az üléseket, és kaptuk egy jó nagy betöltőnyílást. Na, és akkor nézzük meg, hogy milyen szörnyet rejt a motorháztető alatt az autó. A szemfülesek rögtön észrevehetik, hogy ez bizony nem a legdrágább modell, viszont egy Golf árába kerül. Szóval nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen, hogy pálcikával kell kitámasztanom a motorháztetőt. És hát keressük meg, hogy hol a motor, mert van egy tök nagy gépházatok, egy kis 3 hengeres 1000 köbcentis motorral, amúgy ez az erősebbik verzió, 95 lóerős és 115 lóerős verzióban kapható, van egy hatalmas nagy aksitok, látjátok is, hogy itt azért még elférne egy kétszer akkora, semmi extra, kávéderálló hang, meg minden, ahhoz képest ez a 115 lóerős 7-sebességes automata tök jól megy, viszont annál rosszabbul fogyaszt. Németek annyira precízen csinálták meg ezt az autót, nem bízták a véletlenre. Kettő helyen is le kell rögzíteni a motorháztetőt, nehogy amikor terepeztek vagy rallisztok vele, akkor felcsapódjon. A fogyasztása amúgy vegyes használatban olyan 6,5-7 liter, nagyon tojásokon kell, hogy lépkedjetek, hogyha ezzel a járművel
5-össel kezdődő fogyasztási átlagadatot akartok elérni. Amúgy én azt gondolom, hogy egy ilyen automata 7-sebességes városban óvatosan elmenve 6,5-7 liter az nem egy olyan rossz adat. Ugyanennyit megeszik egy nagyobb köpcent is, benzines vagy dízel is. Hát, hogyha már autópályázol mondjuk, és beleültök 4-en a kis család, vagy a nyugdíjas házaspár, aki használja ezt az autót, ami amúgy tök fiatalos, akkor azért, hogyha mondjuk el akarsz menni autópályázni, nem biztos, hogy ez a legjobb választás, hogyha hosszú útra keresel autókat. Ami amúgy nem azt jelenti, hogy rossz az autó, tényleg teljesen jó, és tök vagány kis kocsi, de mondjuk én, hogyha hosszabb útra keresik autót, és tudom azt, hogy naponta egy csomó kilométert fogok megtenni, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb választás. Amúgy 2019-ben az akkori bemutató autószalonon, ahol ezt a járművet bemutatták, ott megígérte a Volkswagen, hogy 1.6 TDI motorral is fogják szerelni ezeket a modelleket, amúgy a mostani pillanatig nem történt meg. Jelen pillanatban ez az autó csak 95 lóerős, illetve 115 lóerős 1 literes, 3 hengeres benzines motorral kapható csak. A 95 lóerős 5-sebességes, manuális, a 115 lóerős 6-sebességes manuális, vagy 7-sebességes DSG váltóval van felszerelve. Na, és akkor a két első ülés körülbelül ugyanúgy van beállítva, tehát mind a kettő körülbelül annyira, mint ahogy én szoktam ülni. Itt láthatjátok, hogy azért annyira nem nagy a hely. Legidegesítőbb az az, hogy nagyon lekonyul itt a széle, és hogyha mondjuk így beülsz, akkor a fejed rögtön hozzáér itt oldalt a tetőhöz. A lábtér, hát nem biztos, hogy én itt akarnék ülni mondjuk a 1500 kilométert. Amúgy az ülés szerintem hát elég kemény, olyan, mint hogy a padon ülnék, de ez nem is egy hosszú útra tervezett kocsi. Ami ötletes, hogy mind a négy ajtóba egy 1,5 literes üveget bele tudtok tenni, és van 2 darab USB csatlakozó itt hátul, hogy tud tölteni a telefont, és akkor mutatok még nektek valamit, gyertek ide. Nézzétek meg ezt a kis barlangot itt. Nem tudom, hogy mi volt a terve ezzel az olcsó kis tárolórekesszel, de hogy ebbe akármit teszel, biztos, hogy ki fog belőle esni. Az tuti. Egyszerűen nem tudom, hogy ez mire jó. Szerintem még, hogyha valaki ebbe papírzsebkendőt tart, hát egyrészt kicsi, mert biztos, hogy ki fog belőle lógni, másrészt meg ki fog hullani. De legalább van 2 töltőd. Na, és akkor most behuppanunk, és próbáljuk ki a kocsit. Amit még szeretnék az első ülésre elmondani, hogy viszonylag testre szabható az üléspozíció, kellemesen hosszú számomra az üléslap, és jól tart az ülés egyébként. És akkor öffentsük be a lovakat. Automata. Amúgy D-ben, hogyha sima drive-ban használjátok az autót, városban, akkor tényleg valóban tök kedvező fogyasztási adat jön ki belőle. És hogyha S-be teszed, akkor előjön belőle a vadállat. Most D-ben vagyunk. Ilyenkor nagyon hamar elváltja amúgy a másodikat. Hát 15 km per óránál. És mondjuk városban arra szólva, vagy szépen lassan, sebességhatárokat betartva 50 km per óránál már hatodikba vált. Ezáltal tud jó fogyasztási adatokat produkálni, viszont S-ben meg tényleg egész jól megy ahhoz képest, nem gondoltam volna, szóval nekem egy tök pozitív meglepetés volt, és hogyha ahhoz hasonlítjuk, amire egyébként ezt az autót kitalálták, tényleg, ez szó szerint egy városi terepjáró, akkor egy nagyon kényelmes, élhető kis kocsi, és jó használható kis kocsi ez, mert tényleg oda találták ki, könnyű kibeszállni, könnyű vele parkolni, főleg, hogyha ilyen jó felszerelt modellel mentek, mint ez, hogy elől-hátul tolatóradar, hátul kamera, legkisebb helyre is be tudtok parkolni. Amúgy körülbelül olyan 4,1 méter hosszú talán az autó, viszont a kerekeknek a tengelytávja meg 2,2 méter, tehát viszonylag elég nagy az eleje. És tök stabil kanyarban, de ezt már mondtam. Itt is megtalálható a képernyőtükrözés, hogyha kára nyomtok rá, akkor kaptok egy ilyen Sync Blue dolgot, Sync Blue oktató tulajdonképpen. Ez nagyon vegyes használatból adódik, ez a 7,2 literes fogyasztás.
tudtok ilyen kék pontokat számlálni, illetve van egy ilyen összesítő, hogy hogyan is vezettetek, teljesen rendben van. Ez a jármű amúgy multikormánnyal van felszerelve, van hangvezérlés, ami angolul vagy németül tud, és van benne természetesen adaptív, tehát távolságtartó tempomat, kétzónás digit klíma, tehát nem tudok nektek most hirtelen olyan extrát felsorolni, ami a mindennapi élethez, illetve a mai modern világunkhoz hozzám érten nincsen ebben az autóba benne. Én szerintem egy teljesen jó kis kocsi, és hogyha mondjuk városban használtok egy autót, akkor ez arra tökéletes lesz amúgy. Újonnan, ha jól tudom, egy ilyen belépő modell az olyan 6 millió forint körül van. Nyilván az automatáért, illetve ezekért a plusz extrákért, ami ebben benne van, mondjuk egy ledes fényszóró, azért felárat kell fizetni. De hát, mint minden autógyárnál, illetve autókereskedésnél, a Volkswagennél is meg kell fizetni ezeket az árakat. Szóval, az annyit még szeretnék hozzátenni, mielőtt elköszönök tőletek, hogy ha körbenéztek itt a beltérbe, akkor rengeteg műanyaggal találkozhattok, ami amúgy tök jó minőségű, van egy nagyon jó fogású bőrkormányunk, és hát, hogyha kedvet kaptatok egy ilyen T-Crosshoz, akkor szerintem ne habozzatok, mert egy jó választás, persze tudnotok kell azt, hogy ez az autó valójában mire való városban. Köszönöm, hogy velünk voltatok, legközelebb is tartsatok velünk a következő videóban, iratkozzatok fel, lájkoljatok, írjátok meg kommentbe, hogy milyen autónak a tesztjét látnátok tőlünk szívesen, és ígérjük, nem fogunk csalódást okozni. Sziasztok, jók legyetek, ciao.